Jézus Krisztus a világra. Azért, hogy a győzelemhez hozzá segítsen. Vagy mi győzzük le a rosszat, vagy a rossz győz rajtunk. Nincs harmadik lehetőség. Jézus gyógyításairól beszélünk arról, hogy ő többet gyógyított, mint tanított. És elérkeztünk egy olyan betegség csoporthoz, amely a mai világunkban is a szívünket szorítja, a depressziósoknak, az elmebetegeknek, vagyis a tudatzavaros betegeknek a sora, akikkel tele van a világ, és egyre inkább növekszik a számuk, az európai statisztika szerint első helyen áll Magyarország, második helyen Portugália, harmadikon pedig Svédország. Érdekes, mint minden statisztika, de azt gondolom, hogy minden ember együttérzését kivívja az, hogyha azt látjuk, hogy egy ember nem ura önmagának, és a legfőbb rész az agy sérül, illetve nem működik rendesen. Milyen érdekes, hogy az emberi szervezet sejtjeinek a száma közül több mint egyharmad az agysejtek száma, és nagyon különlegesek ezek az agysejtek. Mindegyik mindegyikkel kapcsolatban van például, mindegyik egy kis víz párában úszik. Valami csodálatos az emberi agynak a felépítése, és ezért nagyon lesújtó, amikor az embert az elméjében támadja meg a betegség. Lukács evangélista orvos volt. Ő a harmadik evangélista, és evangéliumában három fejezet is szól az elmebetegek gyógyításáról. A negyedik fejezet, a nyolcadik fejezet és a kilencedik fejezet. Ezt fogjuk most nyomon követni. Jézus nem csak vagon szülött emberekkel találkozott, nem csak leprásokat gyógyított, és nem csak a gutaütöttnek mondta azt, hogy megbocsátattak néked a te bűneid, hanem Jézus először a kapernomi zsinagógában, tehát egy istentiszteleti helyen találkozott egy elme elmezavaros emberrel is, aki összefüggéstenül kiabált, és tulajdonképpen egy kicsit rá is támadt Jézusra, mondván neki, hogy miközben van ő hozzá, biztos te vagy az Istennek a ma szentje, te akarsz engem gyötörni, tehát jól látszott, hogy ez az ember nem önmaga, valaki szól belőle. Ezért a régi világban nem úgy mondták, hogy elmebeteg, hanem úgy mondták, hogy ördöngős, mintha megszállott lenne, mintha nem lenne ura önmagának. Az értelme talán még pislákol, hiszen azt mondja, hogy te vagy az Istennek a ma szentje, tehát valami tudati mozgás van, belátás is van. De valahogy az értelem és az akarat közötti összhang megbomlott, és ha ez megbomlik az ember valóságban már nem ura önmagának. De Jézus, ahogy meggyógyítja ezt az embert, megmutatkozik az, hogy Jézus itt is párbeszédet kezdeményez, itt is kinyújtja a kezét, itt is valahogy felajánlja a segítséget és megszabadítja ezt az embert attól a légiótól, később halljuk majd ezt a szót, hogy minthogyha sátán és sátánnak a követője, a démonok légiója, hát a légió a római hadseregben azért több mint 5000 embert jelentett, tehát ki tudja, hogy mi van emögött, miféle, miféle dolog ez a megszállottság. Ugye a régi világban, nem csak a bibliai világban, a görög világban is sokszor szent őrületnek, vagy szent betegeknek, vagy az epilepsiával összefüggésben még szent betegség, nek is tartották az elmezabart és az elmének ezt a kikapcsolását. Biztos, hogy a legmegrázóbb történet az nem ez a kapernami történet, hanem hogyha áthajózunk, hogy Jézus is áthajózott a Genelzáreti tónak a keleti partjára, és ott a gadarénusok földjén találkozott ördöngősökkel, ez a második történetünk. Tehát félelmetes a három evangélium leírása egyébként, hogy ezek az emberek mit csináltak. Hát otthon nem laktak, sziklaboltokban vertek tanyát, sokszor mezítelenül jártak, összefüggéstelenül beszéltek, széltek, kapkodtak, a földre vetették magukat. Sokszor az emberek saját érdekükben le akarták őket láncolni, de a láncokat fölszaggatták. Tehát félelmetes, mondom, olvasni azt, hogy, hogy milyen betegségek lepik meg azt az embert, akinek a, mégiscsak az értelmében, a tudatában van a lényege, mégiscsak a központi idegrendszer, ami legértékesebb részünk, az egész vezérlő központunk, ami az egész életünket képes irányítani, és éppen ez van lebénulva, ez van emberhez méltatlan állapotban, és Jézus két ilyen ördöngőssel találkozik, akik persze óriási kihabálásba kezdenek, amikor meglátják, hogy, hogy ugyan, ugyanazt mondják, mint az előbb, hogy, hogy mi köze van Jézusnak hozzájuk, és hogy ne gyötörje őket. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem ők szólnak, hanem valaki más szól belőlük, valaki más kerítette a hatalmába őket. És Jézus Krisztus, együttérzéssel, szánalommal tekintett az ilyen esetekre, nem azt nézte, hogy hogy nyilvánulnak meg. Nem a külső szemnek hit. Jézus egyszer mondott olyasmit is egy egész más összefüggésben, hogy ne a látszat után ítéljetek, igaz ítélettel ítéljetek. Ez János Evangélium a hetedik fejezetében található ez a kijelentés. Jézus soha nem a látszatnak hitt. Jézus szíve megrendült hogy az általa teremtett ember hova jutott, hogy a betegségek különböző formái és ezek között az elmebetegség, hát hova, hova viszik le az embert? Hát elmebetegségről már mondjuk az Ószövetségben is van szó, ott van például Dániel könyve negyedik fejezetében egy nagy királynak, Nabukodorozornak a, a megtébolyodása, igaz, hogy ez egy olyan téboly, ami azóta is sok embert kísért, aki a hatalom csúcsára jut, egy hatalmi téboly, aminek következtében hét évig kiszőrösödik a teste, megnagyobbodnak a körmei, állatokkal eszik füvet a mezőn, és az emberek világából kirekesztve él ez a nagy királya, az új babiloni birodalomnak a, a megalkatója, a második Nabukodonozor. Tehát ilyen betegség ismeret már az Ószövetségben is részünk lehet. De az ördöngősök meggyógyítása, arra mutat, hogy Jézus Krisztus keresi mindig a kapcsolatot, és ha talál egy ép részt az emberben, ma úgy mondanánk, hogy egy négyzetmillimétergyi részt, akkor azon keresztül elkezdi a gyógyítás, kiűzi ezeket a démonokat, meg se tudjuk magyarázni, nem is tudjuk ennek a hátterét, csak egyszerűen el kell, hogy olvassuk és el kell, hogy fogadjuk ezt a bibliai leírást, kiűzi a démonokat ezekből a szerencsétlen emberekből hova űzi a démonokat egy disznónyájba, a disznónyáj beleveszekedik a genezáreti vizébe, és újra azzal találkozunk, amivel a vakon született meggyógyításánál is, hogy az emberi világ megjelenik és vélemény nyilvánít, és mi az emberi világ vélemény nyilvánítás, hogy nem annak örülnek, hogy ezek a szerencsétlenek meggyógyultak, nem annak örülnek, hogy most ezek már ruhát fognak fölvenni, meg a társadalom épp tagjai lesznek, hanem siratják a disznókat. Siratják a disznókat, mert a légiónyi gonosz lélek abba akart belemenni, nem légüres térben ők nem lakoznak, és így belehajszolták a szerencsétlen állatokat a Genezáreti-tó vizébe. Azért hagyj jegyezzem meg, hogy Jézus nem Junájba, űzte a démonokat, hanem disznónyájba, mint hogy a tékozzó fiú is a sertések mellett nem kapott azok moslékjából se enni. A... Dekápolis vidékén, a tízváros vidékén görög városok is voltak, és a zsidók átvették tőlük nyilvánvalóan anyagi célzattal a, a disznó tenyésztést, amit Isten megtiltott, hiszen a disznó hulladék evő állatnak minősült, nem olyan állatnak, amelynek az húsát el lehetne fogyasztani a húsok felsorolása Mózes harmadik könyve 11. fejezetében található, a tiszta állatok húsa, ami az egészségre annyira nem ártalmas, és a tisztátalan állatok húsa, amelyek bizony nagyban károsítják az egészséget. De térjünk át a harmadik történetre. A harmadik történet talán még szív szívszorítóbb. Jézus lejön a hegyről, a megdicsőlés hegyéről, három szeretet tanítványával együtt, és mi várja, milyen látvány fogadja, egy édesapa hozta a gyermekségétől fogva epileptikus, súlyos tudatzavarral, holdkórossággal, földre vettetéssel terhelt fiát, és senki nem tudja meggyógyítani Jézus tanítványa is tanácstalanok, a farizeusok fölhasználják a jó alkalmat, hogy a szemükre hányják, hogy miért nem tudják meggyógyítani ezt a beteg gyermeket. És Jézus rögtön itt is kezdi a vigasztalással, kezdi a bátorítással, de nem a gyerekhez fordul, a gyermek édesapjához fordul. A gyermek édesapjának mondja azt, hogy minden lehetséges a hívőnek. A gyermek édesapja rimánkodva kér, hogy ha teheted, tegyél valamit, mert hát együtt élni évek során ezzel a látványjal, hogy a, a gyermeken beteg és, és ilyen tudatzavarosan beteg és Jézus kezdi az édesapa gyógyításával. Minden lehetséges a hívőnek. Csodálatosan mondat, amit az édesapa mond, nem véletlenül még Adi Endrét is megihlette, mert a híres verse, ha hiszek hitetlenül Istenben, talán ennek a rímelése, hogy az apa azt mondja, hogy uram, hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Olyan emberi ez a mondat. Annyira magunkénak is érezhetjük, hiszen mi is körbe vagyunk éve beteg emberekkel, és egyre inkább tudatzavaros emberekkel. Milyen jó, ha mi is el tudnánk ezt mondani, hogy mégis fölfelé tekintünk, nem oldalra, nem lefelé, nem engedjük, hogy a csüggedés elfogjon bennünket, fölfelé tekintünk, hogy hiszek, uram, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. És Jézus meggyógyítva ezt a gyermeket válaszol aztán a tanítványai kérésére is, mert a tanítványok felteszik a kérdést, hogy ők miért nem tudták meggyógyítani hiszen Jézus a tanítványainak is adta ezt a lehetőséget. Ők szétküldte a tanítványait ezekkel a szavakkal, hogy betegeket gyógyítsatok, halottakat támaszatok, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, tehát én megadom az erőt ehhez. Miért nem tudjuk meggyógyítani azt a sok-sok beteg embert? Mert ez a fajzat más, mással nem megy ki, mondja Jézus, mint imádsággal és bőjtel nagyon nagy együttérzésre van szükség, nagyon nagy odaszánásra van szükség, annak bizonyítására, hogy mi örülünk annak, hogy emberek meggyógyulnak, amíg ez nem történik meg, amíg szívünk nincs tele részvétel és együttérzéssel. Jézus maga volt az együttérzése és a részvét, addig nincs gyógyulás. De lehetséges gyógyulás a legsúlyosabb betegségekből is, ha Jézust követjük, aki azt mondja, betegeket gyógyítsatok, halottakat támaszatok.